Bonjour! Üdvözlök mindenkit! Mondjuk német csapattal vagyunk, úgyhogy nem tudom, hogy miért bonjourral köszönök. Na mindegy, szavaztok srácok, itt Timiszkoz, pedig a FIFA 13-as Super Dortmund karrier második része. Kisebb érdekesség, mint látjátok, az első részben minden magyar volt most, és minden magyar lenne, hogyha lettem volna ilyen ügyes, és magyarul indítom el a játékot, és nem angolul. Na mindegy, lusta vagyok újraindítani a videót, angolul nyomjuk végig ezt a részt, nem nagy kunst. Mint látom, Prince Boateng a Citybe igazolt, az úgy nem gyenge, srácok. Na, ránézünk ugye a csapatra, ilyen pillanatban így állunk, ugye előző részben adhatjuk abba, hogy mindenféleképpen akarok egy új kapust igazolni. Látom, hogy a Ricardo Rodriguez-t már megvettük a Schmelzer mellé. Aztán kik vannak még, ugye itt van a Kél, a Gündogan, ugye Leitnert lehet oda beküldeni, meg Bittencourt is itt van, mondjuk inkább ez a Bakáról. Látom, hogy nem vagyunk azért védekező középpályás poszton olyan jók, ugye támadók közül már itt van a Draxi, meg mindenki, na várjál, fölküldünk egy B csapatot. Már itt melyikkel lehetett, még alternatív játékos, ja, igen, így lehetett nagyon könnyen még cserélgetni. Piszczek, Arias, na mondom Arias, Subotic, Felipe Santana, Hummels, Günther, Schmelzer, Ricardo Rodriguez, Bender, Leitner, Hoffmann, már mondjuk ide van más is, nem? Blaszczykowski maradhatna végül is, Perisic, már ide izét tegyük be akkor, Grosskreutz, Kirch, izét tegyük be ide a milyen nevét, a Draxlert, csatárba föltesszük, vagy irányítóba föltesszük ide a, nem mondjuk maradhat, nem, Bittencourtot föltesszük a Götze helyett, Leva helyett meg berakjuk a Royce-t. Royce most az előre tolték lesz, azért egy nagy nevet hagyjunk már benne a csapatba. A barátságos meccseket csak leszimulálom, hogyha nem bánjátok, addig legalább meglátjuk, hogy mint lesz, hogy lesz a csapat. De természetesen az összes meccs le lesz majd játszva a szezon folyamán. Hát 1-0-ra Royce góljával végül is megvertük a Wigant. Ugye Wigan itt még Premier League-es csapat volt, és Langereket eladtuk a Düsseldorfnak 1 milláért, nagyon jó. És akkor transfers, 6 millánk van, ami nem túl sok, de egy kapust muszáj lesz leigazolni, hát ugye nagyon kinéztek a Lénót, az egyelőre felejtős. Akkor már valami fiatalt nézzünk ki, valami fiatal gyereket, Ali Ahamada. Akkoriban az még nagy tehetség volt, ugye? Még nincsen benne Alban Lafona játékban, ő is Toulouse kapus most már valóságban, ugye egy jó ideje. Őt szívesen leigazolnám, mondjuk itt van még Ter Stegen is, csak ő is 15 milla, az a baj, De Gea viszont csak 8 milla volt, Kevin Trapp 5 millióért, ugye PSG-ben már felsült, besült. Húha, Jan Sommer, Ospina, lehet, hogy ez az Ospina lesz gyerekek, ugye Arzán kapus, vagy Urejcs, ugye Bayernben nagyon megbízhatóan véd. Forster gyenge, Kraft, Mignolet. Mik vannak még itt, te jóisten, Rui Patricio, jó lenne. Pantilimon, Hennessy, Grün. Ami magyar srác nincsen? Hát mondjuk igazából első számú kapust akarok nézni, úgyhogy magyar srác, nagyon nem lenne itt helye. Tudjátok, kire gondoltam? Esetleg Alves kapusra, Diego Alvesre. Őt úgy megnézném ugye a portában. Diego Alves az mindig is egy jó kapus volt. Csak drága egy picit. Na már elpróbálkozunk nála. Diego Alves. Odaadnánk a Weidit. Meg ráfizetnénk olyan 3 millát. Ehhez mit szólna a Valencia? Mert nekünk jó lenne nagyon a Diego Alves. Meg egy csatárt is jó lenne azért szerződtetni. Na mit ne mondjak. És ugye a Toulouse ellen játszunk. Változtatunk. Na és elfogadták. Hoppá. Hoppá. Weidem fele rámegy. Nagyon jó. 3 év. Important first team player, egyelőre akkor elküldjük, ugye ez még nem jelenti azt, hogy meg is egyezünk vele. Nézzünk, még hátha van ilyen, Ter Stegent lenne jó megpróbálni, Ter Stegen. Hú, nem Ter Stegen, hanem N. Ter Stegen gyerekek, és akkor Leno meg 6 milla, az de jó lenne. Na nézzük, Ter Stegen az nagyon-nagyon jó lenne nekünk. Meg Weidenfeller, na nézzük, hogy mit szól hozzá Mönchengladbach. Meg még akkor megnézzük, hogy kik vannak, nem muszáj nekünk pont a izét leigazolni. Várja meg, tudod mit? Overall, hát mehetünk lejjebb is, mondjuk egy 80-as, max 80-as kapusok közt, és akkor itt nézünk fiatalokat. Ja, itt 19-es, Jan Oblak, ben volt már a játékban, Jan Oblak kérem szépen, de ő kölcsönben van Rio Ave-nél, szóval őre nem tudunk lecsapni. Ali Ahamada, De Gea,
De hát mennyire adná mi, srácok, azért az úgy nem lenne gyenge penge, mit ne mondjak. Asenjo. Farman, mekkora OP kapus a FIFA 18-ban. Szilesszen, ő barszás már ugye. Jó szar kapus. Sem azért nem akarom megbántani egy barszás, csak hát nem az a szint. Ki van itt, ki van itt? Consigli. Nem rossz a Consigli kapus. Friedel, megvegyük a klublegendát, hallod? Hát mondjuk nem klublegenda, mert nem végig a Tatenben volt az öreg. Schwarzer, milyen öreg papókák vannak itt, már nem azért a 2 forintért, de... Na nézzük, akkor 85, egy picit menjünk följebb, komolyabb kapusokat nézünk. Viktor Wild, ez az kéne ide. Hát nem tudom. Tim Wies, Cesar, Landerau, Moraes, Hilton, Diego Lopez, ő kéne még tényleg. Diego Alvesre lecsapnál, de már 27 éves az Alves is. Akkor már Rui Patriciót akarom leigazolni inkább. Rui Patricio, ugye a portugál, Weidenfeller, meg 2,5 milla. Ehhez mit szólnál? Nem tudom, hogy melyik őkkel járnék a legjobban. Ter Stegen lenne nagy álmom, mert akkor még Lenóért bejelentkezünk. Lenó meg a legjobb lenne igazából erre a posztra, szóval. Ha nem tudom. Club pulled out. Nem mondod, hogy vele meg tudtam egyezni, csak izé gebasz volt. Na várja, akkor most a Weidenfeller, meg 5 millió. Na, ha így meg tudnánk egyezni, akkor jöhet. Akkor jöhet a srác. Akkor jöhet a Leno. Megyünk tovább. Most változtatunk egy picit a csapaton. Arias marad. Már látom, fejlődött is egyet. Hát bedobunk egy komolyabb védőt ide. Mondjuk egy Szuboticsot, Smelcit maradhat. Már védőposzton akkor jók vagyunk. Húha, ki az első számú jobb hátvéd. Nem az Arias, a Piszcsek, jól van. Bender, Leitner. Leitner helyett akkor inkább a Gündogan, ugye? Royce-t ide tesszük, Lewandowski-t is betesszük egyet játszani. Perisic bekerül a Bittencourt helyett. Nagyon jó. Milyen jó kis csapatunk van, srácok. És még ez is csak B csapat, amelyiket most felküldöm. És ugye Ahamada védi a kaput, látjátok, még Orié is ott volt a Toulouse-ban. Mára ugye a Tatenem karrierünkben van. 2-2, nem rossz, nem rossz. Rivére duplázott. Ő is már Premier League-es, meg ugye már Sissoko is. Hát ezt a srácot kölcsönbe vinnék. Elengedjük természetesen ezt a Marcit, Marci fiút, Marcellót. Oké, kölcsönbe vitték, nagyon jó. És akkor, mint látjátok, a Bremen ellen kezdjük meg a bajnokságot, a Bréma ellen. Diego Alves. Oké. Nem fogadta el, nagyon jó. 15,5-öt akarnak Ter Stegenért, az nagyon sok. Hát akkor ebből Leno lesz a befutó, hogyha összejön. Sporting 5-öt akarna. Hát mondjuk várja, végső esetben lehet, hogy a Sportinggal fog megegyezni, legyen 4 millió. Meg Weidenfeller. És akkor igazából, ja. És akkor az utolsó edző meccs, de meg a gála csapatot tesszük föl. Arias helyett följön a Piszczek. Santana helyett feljön a Hummels. Ricardo Rodriguez helyett feljön Schmelzer. Bender Gündogan. Lehet, hogy kérdőt kiszorítja már most a Bender. Draxler helyett ugye a Blaszczykowski még. Royce maradna. Perisic is maradhat igazából egy... Á, nem, Götze jöjjön azért a Perisic helyett. Igazából ennyi. Ez ugye nem olyan, mint a FIFA 18 itt, hogyha le is nyomtuk volna az előszezon, nem tudtunk volna rotálgatni, tehát nem tudtunk volna mindenkit becserélni a kispadról. Szóval, ja. És akkor nézzük végül is a Bilbao ellen. Mire megyünk, ugye itt még Jorrente is ott volt. Ekkoriban azért keményebb csapat volt a Bilbao, mint most. 3-0 ide. Na, Götze dupla, meg Lewandowski is beköszönt, jól van. Nagyon jó, és elfogadta a Bayer Leverkusen az ajánlatunkat, erről van szó. 60 ezer hetente, 4 év és important first team player, természetesen. Hú de jó lenne gyerekek, én már reménykedek, én már nagyon-nagyon reménykedek. És 4,5-öt akarnak Rui Patricioért, felejtős. Leno lesz a mi kapusunk. Közben a második helyet írják az újságírók, hogy ott fogunk végezni, hát reméljük, nem. Mert csak átütemezve, bla 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 bla. Ja, még ránézünk a kalendáriumra. Tehát akkor ugye Werder Bremen, aztán Nürnberg, aztán BL a Chelsea ellen. Úgyhogy, srácok, mivel itt összevágott meccsek lesznek, a következő részben lenyomjuk az első 2 fordulót, és jön Leno kapus. Erről van szó. Weidenfeller plusz 5 milla, Leno a mi kapusunk. Sikerült, srácok, az, amit már az előző részben szerettem volna. Megvettük Bernd Lenót ugyanis.
Nagyon jó. Mai napig a legjobb német kapusnak tartom. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó igazolás volt számunkra. Lenóval vágunk neki a szezonnak. És igazából van egy-két hiány poszt még, mert jobb backposzton a Piszcseknek nem igazán érzem, úgyhogy lesz igazi váltótása. Mondjuk Arias jó, jobb backposzton meg vagyunk. Schmelzernek kéne, ott van Ricardo Rodriguez. Subotić nagy belső védő kéne, van ez a Günther, ez botrányosan gyenge, ugye védekezőköves Bender, Gündogan, Kehl, középpályásunk annyi van, mint az áradat, rengetegen vagyunk. Grosskreutz is itt van még vész esetre, úgyhogy igazából még egy belső védőt kéne igazolnunk valahonnan ebből a kevés pénzből, közben olyan BCH Christian elérhető itt Originen, üdvözöllek haver. Na nézzünk valami centerbacket, valami nagyon-nagyon olcsót kéne. Meg fiatalt. Fiatal és olcsó. Akár egy kölcsönjátékos is szóba kerülhet. Várán. Az igen. Hát dobjuk már lejjebb egy picit a mutatót. Max 80-as értékelésű. Így még esélyünk is van. És akkor Várán. Papadopoulos. Ő ugye hát. Hát igen. Matip. Ő is mekkora tehetségnek indult, aztán mi lett belőle. Jó, hát félreértés ne essék. Itt van ugye Kier. Mind ismert védők lettek. Alderweireld szintén a Tottenham karrierből ismerhetjük. Abdenur. Ő meg ugye nem is a Toulouse-ban, hanem a Monaco-ban volt. Dominguez, Victor Ruiz, Dejan Lauren, Boateng, Maicon, Mbiva. Mbiva is mekkora tehetség volt annó. Bakari Koné, Daniel Carisso, ugye Sevillás, ez nem tudom ki, ezt se tudom ki. Forlín, Evans, ugye ő is már elment a Unitedből, aztán Shawcross, Manga, Kirby, Angelo Ogbonna, ez is volt a Juve-ban is ez a csávó, őt is mekkora védőnek harangozták be, aztán mi lett belőle? Kalap szart nem ér, és itt van ugye Szokratis Papasztatopulosz, aki alóéletben Dortmund védő már egy ideje, de hát nincs rá pénz. 1 millió nem lehetne beállítani. Amúgy ott van Dedé, aki a legerősebb védő volt annó a FIFA-ban, tényleg nagyon erős játékos volt. Ami magyar gyereket nem tudnánk leigazolni, Hungary. És akkor nézzük már, hogy magyarok közül ki volt beállítva a belső védőnek annó. Magyar tuti tudnánk igazolni. Horváth Gábor. Otigba Kenny. Kenny Otigba ugye Fradiból. Most ő már válogatott, egy időben lemondta a válogatottságot. Korcsmár Zsoltit megvegyük cserének. Az kéne még, figyelj fiatal, mert itt van a Kádi gyerekek, én megveszem Kádit, komolyan mondom, na. 1 millát tudok adni Kádiért. Halljátok, Kádár Tamást, hogyha megvennénk, az teljesen jó lenne nekünk. Ez a Kádi megoldaná. Negyedik számú belső védőposztot, hogy ne oldaná meg. De nem fogadják el. Nem, na mindegy. Megoldjuk valahogy. Jó van. Én kimerem jelenteni, uraim, hogy készen állunk a bajnoki nyitányra, Schmelzerért jött egy jó kis ajánlat, nem is rossz, de elutasítjuk, mert Marcel Schmelzer nem eladó, való életben már ő ugye a CK. Motiválom a fiúkat az első meccs előtt, és nézzük már meg, hogy milyen meccsek lesznek a nyitófordulóban. Bundesliga, meccsek eredmények, Dortmund, Bréma, mi kezdjük a bajnokságot, a Bayern elmegy a Fürthöz. Hát jó van, Echte Liebe, gyerünk srácok, győzelemmel kéne kezdeni. Úgyhogy pénteki napon indul a bajnokság, jött a játékos ajánlat Benderért, fú de jó ajánlat, azt a rohadt 25-ért eladnám, de nem, amúgy semmilyen összegért nem eladó Bender sem. Jó, és akkor a következő részben innen folyt köv, jön tehát az első két bajnoki mérkőzés, itt még nem tudom, nem döntöttem végleg, hogy helyzetekre vágjuk, de tényleg rendesen felveszem az egész meccset és helyzetekre vágjam, vagy teljes meccset akartok majd látni, inkább írjátok le kommentbe, az biztos, hogy minden részben két meccset fogunk majd tolni. Jó, innen folytatom legközelebb, Imiszkó most búcsúzik, szevasztok, sziasztok! Remélem, hogy tetszett a rész. Készen áll a csapat tehát a Bundesligára.